Sziasztok! Tegeződhetünk, ugye? Én nyugdíjas vagyok már, úgyhogy megvan a jogosultságom, hogy tegeződjünk. Teljesen hivatalos, időskori nyugdíjas vagyok. Mivel a mai nap ez a szeretetről, a boldogságról szól, úgyhogy a saját kis előadásomat is ennek a jegyébe készítettem. Sokat gondolkoztam, hogy mivel annyira hatalmas a téma, így koncentráltan összesűríteni 40 percben nagyon nehéz. Úgy gondolom, hogy szerencsésebb lenne úgy kezdenünk az előadást, hogy egy kicsit visszatekintsük a fizikai szintre, ami... Na, köszönöm szépen. Ez egy mutatópálca lesz. Mert itt az előző előadó fantasztikus előadása volt, tényleg olyan tudása, de lehet, hogy egy kicsit meg kell ismernünk a fizikai valóságot, a fizikai szintű dolgokat, ahhoz, hogy jobban megértsünk, hogy hogyan működik a transzcendentális, akár a szeretet, akár az energia, akár az a felső dimenzió, amit jobban meg tudjuk érteni ennek a működését, ha ismerjük a fizikai valóságot, és ismerjük a saját testünket, a saját testünknek a működését, és mert tudjuk, hogy az egészséget a test, lélek, szellem harmónia adja meg. Úgyhogy nem beszélhetünk az egészségről, ha fizikai szinten szét vagyunk esve. Az egészségünk nagyon szorosan összefügg azzal a baktérium és mikroorganizmusok tömegével, ami benépesítik a mi szervezetünket. A mikrobiomról egyre többet lehet beszélni, vagy többre beszélnek, és egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a mikrobiomnak. Annak a rengeteg kis parányi, kis élőlénynek, amik benépesítik a mi szervezetünket. Ehhez tartoznak a baktériumok, a gombák, az egysejtőek, akár a nagyobb lények is, a paraziták, a férgek. Ezek mind bennünk vannak, és amikor sokat foglalkoztam a betegekkel, vagy volt egy praxisom, és tudjátok, hogy a pácienseikkel is foglalkoztam, és mindig, amikor jönnek az emberek, akkor ilyen-olyan problémával, és mindig kívülről várják a megoldást. Eljön, és azt mondja, hogy hú, hát gyógyítsa meg. Most újra meg akarok mindenkit győzni arról, hogy senki nem gyógyít senkit. Ha elmentek egy terapeutához, lehet, hogy segít neked felismerni a problémát, és ad egy használati utasítás, hogy hogyan tudsz rálépni az egészsége vezető útra, de meggyógyulni csak te magad meg tudod gyógyítani magadat. És ez megint visszatérve a test, lélek, szellem harmóniára, ez egy út, amelyiket mindenkinek, magának kell végigjárni. Térjük vissza a mikrobiomhoz. Azok a parányi lények, ami bennünk vannak, ezek határozzák meg, hogy boldogok vagyunk, vagy boldogtalanak vagyunk, hogy agresszívek vagyunk, stresszesek vagyunk, depressziósak vagyunk. Ezek mind-mind összefüggésben van a mi mikrobiomunk, ami bennünk van, és elsősorban azok a bélbaktériumok és a bélflóra, ami bennünk van, ami benépesíti a mi beleinket, vagy a mi emésztőrendszerünket. A
Manapság nagyon sokan beszélnek arról, hogy különböző táplálkozási irányzatok vannak a piacon, vagy a köztudatban, hogy van, aki esküszik a vegetáriánus étrendre, van, aki esküszik a paleo táplálkozásra. Ebben az előadásban én szeretnék pontot tenni az íj fölött, hogy egyik sem egy egyedüli és megszentelt út. Mindenki maga el tudja majd dönteni, hogy melyik táplálkozás az, ami megfelel neki a legjobban, és az, hogy melyiknél letesszük, vagy melyik mellett letesszük a voksot, ez nagyon nagy mértékben attól függ, hogy milyen lakóink vannak az emésztőrendszerünkben. Mert magyar nyelve úgy van, hogy patogén flóra. Oroszoknál egy kicsit azért jobban megfogalmaz. Uszlovna patogénne flóra, feltételesen patogén flóra. És itt arra szeretnék rátérni, hogy mi az emberi szervezet egy ökológiai rendszernek egy része. És ami bennünk van, az szintén egy ökológiai rendszernek egy része. A természetben rend van. Rend van. És az, hogy bennünk esetleg megjelennek a patogének, ezek lehet férgek, egysejtők, erről fogunk beszélni, az nem biztos, hogy rossz nekünk. Mert ezeknek is van szerepe a mi szervezetünkbe. Átmenetileg per pillanat, amikor ott vannak, segítenek bennünket. De ha nem tesszük változtatásokat akár az étrendbe, akár az életmódba, akkor hosszú távon ezek a feltételesen patogén mikroorganizmusok betegségekhez fognak vezetni, mert az anyagcsere melléktermékei ugyanúgy fognak terhelni a mi szervezetünket, és előbb-utóbb ebből betegség lesz. De nem szabad ezekre úgy tekinteni, mintha ellenségeink lennének. Az emberi szervezet fenntartásához energiára van szükség, és minden arra megy, hogy életbe tudjuk tartani magunkat. Na most tudni kell, hogy az energiának csak a 30%-a veszük a táplálékból. A többi, ez az univerzumból kapjuk. És itt nagyon, nagyon nem mindegy, hogy az energiai központjaink mennyire működnek, mennyire nyitottak a csakráink, mennyire tiszták, és ez megint összefügg is azzal, hogy hogyan gondolkodok, milyen érzelmeim vannak, hogyan viszonyulok az embertársaimhoz, milyen minőségű szeretet van bennem, és sorolhatnám tovább. Úgyhogy a 70% a energiaforrásról én most nem szeretnék beszélni, hanem csak erről a 30%-ról, amit végül is összefügg a mi emésztőrendszerünkkel, a táplálkozásunkkal, és a mi végül is a emésztőrendszer működésével. Mivel az elfogyasztott ételek bontásából, vagy emésztéséből jutunk hozzá az energiához, így végig nézzük meg, hogy milyen állomásai vannak az emésztőrendszer működésébe, és melyik állomás mire szolgál. Tudjuk, hogy az emésztőrendszer működése szájba kezdődik. A alapos rágás, és ott veszek egy ilyen mutatópálcámat, itt kezdődik az emésztésünk. Az alapos rágás nagyon fontos, mert nem csak szét aprítjuk és eldaraboljuk az ételt, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy a nyálba lévő
enzimekkel keveredjen össze az ételt. Az étel, mert a nyálban nagyon fontos enzimek vannak. Az egyik legfontosabb enzim az amiláz, a szénhidrát bontó enzim már a szájba aktiválódik. A szájba, a nyálba lévő enzim, amiláz enzim, mint mindegyik enzim a szervezetünkben, egy nagyon-nagyon szigorú pH tartományon belül működik. Ha a pH a szájnak el van savasodva, mert egyébként a rendes esetben, vagy normális esetben ennek enyhén lugosnak kell lenni, ha el van savasodva, akkor már ez az amiláz enzim nem fog működésbe lépni. Akkor, ha szénhidrát tartalmú ételt fogyasztunk, akkor ki fog maradni az első emésztési állomása. A nyálba továbbá van egy olyan enzim, úgy hívják, hogy lizocim vagy lizocim enzim. Ennek nagyon nagy szerepe van, mert a száj az első fertőtlenítő állomásunk. Mert a lizocim enzimnek a szerepe a fertőtlenítés. A különböző patogén mikroorganizmusokat, cisztákat, ezt tudja feloldani. És ha mi úgy eszünk, hogy lenyeljük az ételt, akkor az első kimarad a fertőtlenítés, és kimarad az első emésztési folyamat, vagy emésztési stádium. A tovább halad az étel a nyelőcsőben, és elérkezik a gyomorba. A gyomor nagyon erős gyomorsavval kell, hogy rendelkezzen. A gyomorsavnak a pH-ja normális esetben, egészséges ember esetében 1,22, de a mai világban alig van olyan ember, akinek ilyen erős gyomorsava van. 1,22 pH azért kell, hogy tovább tudjuk fertőtleníteni azt az élelmiszert, amit, vagy az ételet, amit elfogyasztottunk. Először a szájba, utána a gyomorba. Továbbá a gyomorsav, vagy a gyomorba lévő gyomorsav és a pepsine, és pepsinogén enzimek, ezek az állati fehérjék bontására vannak beprogramozva tulajdonképpen. Tovább a pepsinogén anyagok és gyomorsav hatására pepsin és a pepsinogén anyagok keletkeznek a szervezetbe. Ezeknek nagyon nagy szerepe van a szervezetnek a tisztántartásába, mert tudjuk, hogy sejtprogramozott halál rendelkezik a szervezetünk, és amikor elhalnak a sejtek, akkor ezeket a sejteket el kell távolítani, ki kell tisztítani a szervezetben. Na most ezek a pepsinogén anyagok, amit a gyomrunkban termelődnek, ezeknek a többek között ez a szerepe. Sajnos a mai világban egyre több, vagy egyre kevesebb ember van, akinek normális gyomorsava van. Viszont a táplálkozásunkban ezt nem vesszük figyelembe. És ha megnézzük, akár itt különböző divatos táplálkozási irányzatokat is, akkor egyre, illetve elég sok olyan ember van, aki több állati fehérjét fogyaszt, mint meg tud emészteni. A régi, akár a magyar, akár a orosz konyhába sokkal kevesebb húst fogyasztottak, mint ma. És akkor az a hús, az még teljesen más hús volt, mint az, amit ma fogyasztunk. Én nem vagyok húsellenes, ne értsék félre, de mindenki magának tudni kell és figyelni kell, hogy meg tudja-e emészteni ezt a húst. Csak annyit kell tenni, hogy figyeljetek magatokat. Megetted, és utána figyeled, hogy hogyan viselkedik a szervezeted. Ha nem tudod megemészteni, akkor ezt a emésztetlen rothadásnak induló massza, ez megy tovább a nyombélbe.
Itt a gyomor után rögtön következik a nyombél. A nyombélben a pH értéke 8 és 12 között van. Nagyon erős, lugos. Amit nem tudtunk megemészteni, ha állati fehérjékről beszélünk, akkor nem tudtunk megemészteni a gyomorba, akkor ott rothadásnak indul a lugos közegbe, a nyombélbe. Na most a nyombél is egy fertőtlenítő állomás. Az erős epe és az erős hasnyálmirigy enzimek, amit a Oddi-szfinkteren keresztül kerülnek be a nyombélbe, ezek a ezeknek fertőtlenítési szerepe is van. Na most a probléma ott van, ha nincs elég jó erős gyomorsav, akkor nem lesz erős epe sem, és a hasnyálmirigy enzimek sem. Miért? Amikor ide bekerül, a nyombélbe bekerül a emésztetlen massza, amit tartalmazza az állati fehérjéket, és amit a gyomor nem tudott megbirkózni azzal, akkor rothadásnak indul, és az történik, hogy rothadás következtében egy csomó gáz keletkezik. És ezek a gázok megemelik a nyombélbe a nyomást. A puffadás. És a probléma ott van, hogy ez a megemelkedett nyomás itt el fogja nyomni az Oddi-szfinktert. És ha el van nyomva az Oddi-szfinkter, akkor már nem fog ürülni az epénk és a hasnyálmirigy enzimek. Ez olyan, mint a hógolyó. Itt kezdődik, hogy nincs normális gyomorsav, és a végén az lesz, hogy epekövek, különböző paraziták, meg minden. Na most nézzük meg, hogy itt elkezd rohadni az étel, ha hús vagy állati fehérjék vannak bennem, de nincs elegendő gyomorsavunk. Itt nyomás következtében már nem lesz elegendő epénk, és nem lesz elegendő hasnyálmirigy enzim, és akkor mi fog történni? Akkor még egyéb összetevőt sem tudok normálisan megemészteni. Se szénhidrátet, se keményítőt, se zsírokat. Besűrűsödik az epe, kialakul az epepangás, és mi lesz? Kövek. Úgyhogy amikor epe köveit vagy az epe holyagat eltávolítják, de magát a problémát nem kezelik meg, nem ismerik föl, akkor ez olyan, mint a fejfájásra egy fejfájás csillapítót venni. Ilyenkor én mindig azon úgy rácsodálkozom, hogy mekkora a Jóisten bölcsessége, vagy a természetnek a bölcsessége. Erre is találta megoldást. Hogy azok a toxinok, amelyik rothadásból keletkeznek, mert ugyanis, ha az állati fehérjéket nem tudjuk lebontani, a rothadás következtében nagyon-nagyon erős toxinok keletkeznek. Olyan indol, szkatol, ammónium, amelyeket, ha nem tudnák valamilyen módon semlegesíteni, halálhoz vezetnének. És erre a természet kitalált feltételesen patogén flórát. Amikor bennünk vannak patogének, azok azért vannak ott, hogy segítsenek nekünk lebontani, megemészteni és hatástalanítani ezeket a toxinokat. Akár a gombáról is beszélhetünk. A kandida gomba, ez mindig ott van, ha az embernek kevés a gyomorsava, ha ez a folyamat, amiről beszéltem, kialakul már a nyombélbe, akkor már nem tudja rendesen megemészteni a szénhidrátokat, és jön a gomba, vagy a gomba elkezd szaporodni, hogy mivel táplálkozik a gomba? Cukorra. Akkor mit fog csinálni? Szaporodni fog. Ha én nem tudom lebontani, akkor a gomba segít nekem lebontani. Én most nem beszélek a mentális, csak a fizikai síkon, jó? Úgyhogy tulajdonképpen rend van,
rendben van minden. Azok a toxinok, ami indózkatol, amit mondtam, hogy ammónium, ha nem lennének olyan patogén baktériumok, amelyik táplálkoznának ezzel, és felhasználják ezeket a toxinokat a saját anyagcsere folyamataiba, akkor belepusztulnánk. Csak a probléma ott van, hogy amikor ezek a patogének elkezdenek szaporodni a emisztőrendszerünkben, akkor hosszú távon ezek komoly gondokhoz vezetnek, az egészségügyi problémákhoz. Mert ugyanis a anyagcsere folyamat következtében erős toxinek keletkeznek, és ezek szintén terhelik a mi egészségünket. Úgyhogy minden ki van találva. Nem szabad, valahol valamikor régen olvastam, hogy szeretettel kell viszonyulni a betegségeinkhez, és ha betegségeinkről beszélgetünk, akkor a betegségeinknek okozóihoz is. És a gombára nem haragszom, hanem hálát adok neki, hogy segít nekem. Hogy tudom megszabadulni tőle, ezt is meg fogjuk beszélni, vagy a patogénektől azt is megbeszéljük. A vékony bél további szakaszából utóemésztés folyik. Már ott vannak olyan baktériumok, amik segítenek lebontani azt, amit nem tudtam lebontani én, és ezeknek nagyon nagy szerepe van, mert ugyanis az emésztésünk nem csak az enzimek segítségével megy végbe, hanem a baktériumok segítségével is. Azok a félig emésztett frakciók az ételeknek, azokat segítenek lebontani a különböző baktériumok, és ennek a munkája eredményeképpen létrejönnek vitaminok, a eszenciális aminosavak, eszenciális zsírsavak, hormonok, enzimek, tulajdonképpen minden, amire szükségünk van a szervezetünk működtetésére, elő tudjuk állítani akár itt is, baktériumok segítségével. Mi kell ahhoz? Olyan baktériumokat kell betelepíteni, amik ezt a feladatot el tudják végezni. És így nagyon-nagyon-nagyon fontos momentum, hogy itt el lehet dönteni, hogy vegetáriánus legyek, vagy állati fehérjéket fogyasztó valaki. Annak a tükrébe, amit most hallottatok, ha az embernek elegendő gyomorsava van, jól működik az epe és a hasnyálmirigye, akkor egészségére egyen. De ha nem tudja megemészteni a húst, akkor ne egyen, mert emésztetlen állati fehérjék több gondot fognak okozni, mint a hasznot. Mert ha nem tudom megemészteni az állati fehérjéket, itt elsősorban milyenek a legnehezebben bontható állati fehérjéket, ki tudja? Hogy halljam? Nem. Tej! Tej, a kazein. Tej, tojás. Egyébként a kazeint, vagy a túrót, ezt nem tudom, hogy ismeritek-e, a régi vagy ős magyar építészetben használtak. Tudott róla valaki? Hurrá! Így van. És építkezték a túróval, építkezték. Nem fogyasztottak, hanem építkezték. Ez volt az alap. Mert annyira a kazein, a tejben lévő fehérjé az asztalosak ragasztónak használtak. Na most, ha nincs elegendő gyomorsavam, akkor ezt nem fogom tudni megemészteni. És emésztetlen fehérjék nagyon sok gondot fognak okozni a szervezetembe.
A másik a tojás. Az oroszoknál templomok alapját a tojás fehérjéből csináltak. Több ezer éves templomnak az alapot tojás fehérjéből csináltak. Csak úgy mondom, ha nincs elegendő gyomorsav, akkor el kell gondolkodni azon, hogy kellene nekem, és milyen mennyiségbe kell ezt fogyasztanom. Ha van, nincs ezzel semmi gond, akkor tessék. Na, itt jön a kérdés. Ha nem tudom megemészteni az állati fehérjéket, és a köztudatban az van, hogy a B12 a húsokba, egy csomó eszenciális aminosav a húsokba, ugye? És ha ezeket nem tudom megemészteni, akkor mivel táplálkozzak? Mit fogyasszak, hogy ne legyenek hiánybetegségek, vagy a hiányos állapot a szervezetben? No, mi történik a vékony bél felső szakaszába, illetve az alsó szakaszába, ebben a szakaszban? Tovább bontás megy a baktériumok segítségével. Milyen folyamat? Tudja valaki? Fermentációs folyamat zajlik itt. Fermentációs folyamat. És ha olyan baktériumok vannak, amelyik tudnak ezt a fermentációt véghez vinni, akkor tulajdonképpen nincs szükségen se a húsra, se az állati fehérjéket, már az összes eszenciális aminosavakat, eszenciális zsírsavakat, mindent elő tudjuk állítani a szervezetbe. No, de nem egyszerű dolog a mai világban benépesíteni a BL rendszerünket egy olyan megfelelő baktériumokkal, mert ez nem egy egyszerű feladat. Mert ha valakinek már felborult a BL flórája, többek között erős antibiotikumos kezelése, helytelen táplálkozása, egyébként visszatérve a fehérje fogyasztásra. Mennyi a fehérje fogyasztásnak a határértéke, vagy hogy mondjam, a szükséges napi mennyisége, ki tudja? Hangosabban. Igen, 30-40 gram. 30-40 gram. Mennyit teszünk mi ezzel szembe? Vagy csak egy kicsit végig gondoljuk. Itt kezdődik az egész. Kanállal és villával ássuk meg magunknak a sírját. Beszéltünk már arról, hogy Leningrád blokkád alatt nem volt beteg ember, nem volt szívinfarktus, nem volt daganatos, pedig éhezték. És olyan érdekes, hogy a háború után van egy réteg, vagy maradt egy réteg, akik a blokkádat átéltek, akik továbbra is ezt a nagyon-nagyon kis mennyiségű ételt fogyasztottak, és több mint 100 évig élnek. Van egy másik réteg, akik azt mondja, no végre. Hát ezek nagyon gyorsan elmentek. Mi most a mai ember azért él, hogy egyen? Bocsánat, hülyre zabáljunk magunkat. Nem ismerjük az étkezési szabályokat, hogy mit, mivel, hogyan kell enni, mert egy jó magyar kiadós ebéd, húsleves, rántott hús, sült krumplival, és utána még megspékeljük egy süteménnyel. És utána csodálkozunk, hogy alig bírom, ugye? És utána jönnek ilyen-olyan problémák. Ki szokott bőtölni? Hetente. Nagyon jó, de kevés a kéz. Kevés a kéz. Már ugyanis ezt az emésztetlen, töménytelen mennyiségű fehérjét, az jó lenne kivezetni a szervezetbe, és ne ráenni. Hagyjuk egy kicsit a szervezetnek egy idejét, hogy kitisztítsa magát. És ha annyit csinálunk, hogy hetente egy napot bőtölünk, akkor nagyon-nagyon sokat tesszük az egészségünk érdekében.
Különböző módszerek vannak. Lehet vizet inni, lehet frissen préselt, átszűrt zöldségleveket, lehet excelior levest, ez egy ilyen zöldségleves kivonat, amikor csak a kifőtt zöldségeket nem fogyasztál, hanem csak a levét fogyasztom. Különböző módszerek vannak. Mondjuk reggeltől reggelig, vagy ebédtől ebédig, jó lenne néha hetente egy alkalommal legalább tartani egy bőti napot. És amikor tovább megy az emisztési folyamat, elérkezik a vastagbélbe, akkor a vastagbélbe az történik, hogy a víz visszaszívása, és bizonyos vitaminoknak a szintetizálása, az egyik legfontosabb vitamin a B12. Érdekes itt a vegánok, és a húsevők, és a B12, meg minden. Nagyon sok vegánnak B12 hiánya van. De miért? Mert nincs megfelelő baktérium összetétele, ami ezt a vitamint tudjon szintetizálni. Minden ott kell kezdeni, a belek rendberakását, a megfelelő baktérium törzseket be kell telepíteni. De nem olyan egyszerű ez, mert a jótékony baktériumok, azok nem szeretik a piszkos környezetet. Ha én csak úgy kezdem el szedni a bélflórát, ha úgy gondolom, hogy kaptam egy antibiotikumos kezelést, és akkor elkezdek szedni antibiotikumot, vagy probiotikumot, nem fog megtapadni. Nem fog megtapadni, és nem lesz tartós eredmény. Nézzük meg, hogy milyen a vastagbélnek a feladata tulajdonképpen a B12 szintetizás, de nem csak B12, K-vitaminűs. Ha nincs megfelelő bélflóra, akkor se K-vitamin nem lesz, de ha van, akkor nem kell külön szedni. A K-vitamin, a D-vitaminnek segít a felszívódását, valamilyen szinten szintetizálását is. A különböző toxinokat le tudja semlegesíteni. Akinek ilyen tünetei vannak, hogy puffadás, büzös széklet és büzös gázosodás, az mindig arra kell gondolni, hogy felborult a vastagbélbe felborult a bélflórája. Ahogy mondtam is, hogy a patogén flóra igazából a mi javunkat szolgál, mert azokat a toxinokat, amik amit a emisztetlen fehérjék vagy emisztetlen szénhidrátból termelődnek, ezeket tudja semlegesíteni, ezzel táplálkozik. Ha nem lennének a patogének, akkor akár halálhoz is vezethet. Elmondom egy olyan esetet, hogy ha valaki böltölt, voltatok a bőti táborban. Nem véletlen a bőt után mindig az van, hogy nagyon fokozatosan kell visszatérni a normális étkezéshez. Miért? És szigorúan tilos a hosszú bőt után rögtön el kell kezdeni fogyasztani az állati fehérjéket. Így van? Aki volt már. Na most ez nem véletlen. Azért, mert bőjt és éhezés során elpusztulnak a patogén baktériumok. És amikor elkezdjük hirtelen enni állati fehérjéket, nem tudjuk megemészteni, nincsenek ezek a baktériumok, amelyek ezt a lebontásba tudnak részt venni, a toxinok egyszerűen megmérgezik az embert. És nem véletlen voltak, amikor a leningrádi blokkád után, vagy ilyen hosszú éhezés után valaki hozzájutott az ételhez, jó, bekajált, és meghalt. Ezek nem vicces dolgok. Egy hosszú bőjt után soha nem szabad úgy kezdeni, hogy az állati fehérjéke. Nem véletlen van egy nagyon-nagyon fokozatos visszatérés a normális táplálkozáshoz. Először a zöldségeket,
utána, illetve zöldségleveket, utána már lehet zöldséget, párolt zöldséget, és így tovább, és így tovább, és csak a negyedik, ötödik napon lehet már halat esetleg enni. De azt is mindenkinek magának el kell dönteni. Erről beszéltem már. Hát gondolom mindenki tudja, hogy a patogén flóra anyagcsere melléktermékei toxinok, és ezek szoktak kellemetlen tüneteket okozni, olyanok, hogy mint puffadás, gázosodás, bélmozgás, kellemetlen testszag, kellemetlen szájszag, hasmenés, székrekedés. Ennek következtében mindig van a rossz hangulat, állandó fáradtság, gyors kimerülés. Közismert, hogy allergia, atópiás dermatitis, ételallergia kialakulása egyenesen függ a bélflórától, amit a bélflórát úgy kapjuk meg indulásnál a születésünkkor. Amikor rendes szül és átmegyünk a szülőcsatornán, akkor kapjuk meg a rendes bélflórát. Ha császáros valaki, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy az anyának a váladékával be kell kenni a gyereket. Akkor tudja megkapni azt a bélflórát, azt a flórát, azt a mikrobiómot az anyától a gyerek. És nagyon-nagyon fontos az első, amit meg kell tenni, hogy megszoptatni a gyereket, hogy az előtej ezt adja meg, a biztonságos immunrendszert indítja meg a gyereknek. Ha ezek a dolgok kimaradtak a szülésnél, és volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon divat volt a császármetszés. Ez körülbelül 20-30 évvel ezelőtt. Nézzetek most ezeket a fiatalokat. Nagyon sok beteg, ilyen egészségügyi problémával küzdő ember van közülük. Szóval nagyon-nagyon fontos a bélflórát beindítani, mikrobiomot beindítani a születéskor. A bélflóra az igazán nem is pontos megnevezés, ez inkább bélfauna, mert a bélfauna, a fauna, ezt tudjátok, az állati eredetű, vagy az állatok, az a fauna, és a bélflóra, a baktériumok, az egy állati eredeti fehérjék. Olyan állati eredeti fehérjék, amelyik növényekkel, amik vegánok és növényekkel táplálkoznak. Mit gondoltak, hogy az a tehén, amelyik legel, és ilyen testtömeget tud növeszteni, az zöldségekkel táplálkozik, vagy húsevő? Húsevő. Mert a zöldségek csak azért kell lennének, mert rostokkal táplálja a bélflórát, a bélflóra táplálása, az a növényevő bélflóra, az elsősorban a növényi rostokkal, a poliszaharidokat, oligoszaharidokat fogyasztja, és ezen növekszik. Ezen növekszik. Amit mondtam, hogy ha valakinek felborult a bélflórája, akkor elsősorban mit meg kell tenni, ki kell tisztítani a emésztőrendszert. Egy alapos tisztítást kell megcsinálni, és csak utána lehet telepíteni az egészséges, vagy a bélflórát, akár különböző ilyen kapszulába kapható. Na most a kapszulába kapható bélflórának az a problémája, hogy kb. 18 óra múlva kiürül a szervezetéből. És a kapszulában lévő bélflóra, vagy a bélbaktériumok, azok inaktívak. És mire aktiválódnak, ki is jönnek, vagy ki is mennek. Nem véletlen régebben, még nagyon nagy divat volt, hogy otthon aludtejet készítettünk, hát jó tejből, ugye, szaporítottunk, mert ugyanis ha tejet savanítjuk, akkor a laktobaktériumok fognak szaporodni, mert a benne a tejben lévő laktóz, az fogja etetni és szaporítani a laktobaktériumokat. És a mi bélflóránknak a két meghatározott törzse van, a lakto- és bifidobaktériumok.
Na most, ha mi úgy csináljuk ezeket a baktériumokat, úgy telepítjük, hogy először kívülről megszaporítjuk, és itt az Istvánéknak van egy nagyon nagyszerű termékük, hogy Pre és Pro Food, az a tulajdonképpen joghurt készítő berendezés, és hozzávaló a baktérium flóra törzsek, amelyeket kell szaporítani tej segítségével, és akkor így fogjuk bevinni ezeket a baktériumokat, akkor a tiszta bélrendszerre akkor nagyon-nagyon jól lehet betelepíteni ezeket a baktériumokat. És amikor már bent vannak, akkor nagyon-nagyon fontos lenne etetni ezeket. Mivel? Rostokkal. Rostokkal. Nem tudjuk a mai világban annyi rost, növényi rosthoz hozzájutni, azért javaslom mindenkinek használni valamilyen rost készítményeket. És amikor probiotikumot szedem, ezt a Pre-Pro Foodot, és megtámogatom a rostanyagokkal, akkor gyönyörűen fog, tiszta bélre, gyönyörűen fog szaporodni a bélflóra. És ha már normális bélflórát tudtunk visszahozni a bélrendszerünkbe, akkor nagyon sok probléma meg tud szűnni. És itt most boldogságról és a szeretetről beszéltünk, azt tudjuk, hogy a bélbaktériumok, a bélflóra, flórának nagyon nagy szerepe van a boldogság érzésünkbe. Ugyanis a szerotonin, a boldogsághormon, azt tudjátok, hogy hol termelődik? 95%-a a belegbe. 95%-a. És ha valaki depressziós, akár maniákos depressziós, vagy ilyen pánikbeteg, akkor is mellette vannak olyan tünetek, és biztos, hogy lesznek, hogy puffadás, emésztési probléma, székrekedés, vagy hasmenés, akkor ne az ideggyógyászhoz menjél, hanem rendezzé meg a bélflórádat. Rendezzé meg a bélflórádat, tisztíts évente kétszer a szervezeted, az ugye az emésztőrendszeredet, telepíts meg a jó baktériumflórával, etesd meg a bélflórádat, a jó tápanyagot adja neki, mert olyan lesz a bélflórád, amilyen ételt fogsz neki adni. Ha azt adod, amire szüksége van és amitől fogsz szaporodni, akkor az egészséged drasztikusan javulni fog. Tudjuk, hogy a mai, vagy az univerzumunk összetétele 96% energia és 4% a anyag. Na most a energia frekvenciákba jelenik meg. Tudjuk, hogy minden élő és élettelennek megvan a őrá jellemző saját frekvenciája. Például minden, ami az életet támogatja, a jó érzések, a boldogság, a jótékony baktériumok, ezeknek mind magas a rezgés száma. Minden, ami életellenes, itt a gombák, a férgek, a patogén baktériumok, ezeknek alacsony a rezgés száma. Ha megfigyelitek saját magatokat is, ha szerelmes az ember, akkor nem lesz beteg. Így van? Mert olyan magasan rezeg, hogy egyszerűen ami alacsony rezgésű patogének egyszerűen nem tudnak ott odaférni. Nem érzi jól magát egy olyan környezetbe, ami nagyon magasan rezeg. És ha megnézitek, akiknek komoly problémái és betegségei vannak, el kell gondolkodni azon, hogy tényleg úgy élek, ahogy kellene? Van-e bennem harag, gyűlölet? Egy esetleg neheztelés, vagy nem tudtam megbocsájtani valakinek. Jó sokáig hordozom a félelmeimet. Ha ezeket elengedem, akkor megemelkedik a rezgés szintem,
és már ezek a patogének is el fogják hagyni engem. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy ha valaki itt ráismert saját magára, vagy a saját problémáira, próbáljatok különböző módszerekkel, kinek mi a módszer, vagy kihez mi a módszer áll közel, emelni a saját rezgésszámat. Ez lehet, hogy természetbe való tartózkodás, séta, klasszikus zene hallgatása, a meditáció. Rengeteg olyan dolog van, amivel lehet emelni a rezgés szintünket. Azért vagyunk ezen a földön egyébként, hogy haladjunk, fejlődjünk, és nem csak azért, hogy együnk.